Köszöntöm a fehérvári beszélgetések valamennyi nézőjét. Itt a Fehérvár Média Centrum több felületén is foglalkoztunk azzal, hogy május 29-e az ENSZ béke fenntartók nemzetközi napja. Stúdiónk vendége is az évforduló kapcsán került ide hozzánk meghívásra. Sok szeretettel köszöntöm Papi István urat. Jó napot kívánok, és üdvözlöm a kedves nézőket is. Ugye az ön nevét országvilág széles körben akkor ismerte meg, amikor elrabolták, de hosszú évtizedeken keresztül tevékenykedett békefenntartóként. Először egy kicsit a hivatásáról beszélgessünk, hogy kezd el az ember ezzel a területtel foglalkozni. Ön miért csatlakozott és miért lett békefenntartó? Hát ez így van, ahogy tetszett említeni, hogy a nagy közönség felé tényleg 2010. októberében lett a nevem egy kicsit ismert, de igazából a honvédség berkein belül azért már egy kicsit ismertebb voltam. A békefenntartást én 2009. június 14-én kezdtem. Elsők között voltam, akik katonai megfigyelő misszióba utazhattak. Ez még az őskor volt, hiszen előttünk csak a vietnámi misszió volt 73-75 között, de az új korban, hogy így mondjam, az irak-iráni béke megfigyelő misszió volt az első, amire a magyar nemzetek felkérést kapott. Én a második rotációba utazhattam ki, és attól kezdve egyenes kitaposott utam volt, hiszen mind itthon, mind külföldön a békefenntartás volt a fő munkaterületem. Mondhatnám, egy idő után már szinte hobbimmá vált, tehát sokkal könnyebb volt úgy dolgoznom, hogy nem kényszerből, hanem amiatt csináltam, amit tiszta szívből szerettem. És azért ilyenkor más az ember hozzáállása. Kell is ez hozzá, nem? Hogy meglegyen ez a tiszta szívből való elhivatottság. Hát békefenntartásnak van egy különleges vonzata, hogy így mondjam. Tehát mi katonák hosszú-hosszú éveket tanulunk a katonai főiskolán, akadémián, a csapatnál, gyakorlat. És ezt egymás között óleát a harcászatnak hívtuk régen, hogy mi a íróasztalnak dolgozunk. Ami valahol úgy is jó, hiszen a háborúra készülünk, de szívünkben azért ott van, hogy azért nem szeretnénk mi háborúba részt venni. És a békefenntartás egy olyan tevékenység, ahol mindaz, amit tanultunk, azt élesben, a helyszínen tudjuk gyakorolni, annélkül, hogy a fegyverünket használni kellene, vagy valakit le kellene lőnünk, meg kellene ölnünk. De mégis azt a tudást, azt használjuk fel, amit tanultunk. És az eredmény az azonnali. Ha jól döntöttem, akkor akár még istenesíthetnek is, szeretni fognak. Ha rosszul, akkor pedig futás, futás az életér. Volt mind a kettőben részem. Tehát ez is szép a békefenntartásban, hogy éles helyzetben, valós körülmények között gyakoroljuk a katonai hivatásunkat. Doug Hammarskjöld, az ENSZ egyik főtitkára fogalmazta ezt meg nagyon szépen, hogy a békefenntartás az nem katonai feladat, de csak katonák tudják végrehajtani. És amit elmondtam, az ezt támasztja alá. Az elsőknek mindig, akik az első rotációba mennek, azoknak igen fontos feladatuk van, ők teremtik meg a renomét. A második rotációba már nagyjából elvárások vannak. Hogyha ha ő ilyen jó volt, akkor a második körbe is kell, hogy ilyenek legyenek. Tehát ez az itthoni kiválasztásnak is egy feladata volt, hogy egy aránylag azonos szinten lévő garnitúra menjen ki. Az ENSZ az nem nagyon válogat. Valaki nem üti meg a mércét, akkor
államköltségen hazaküldi. Tehát ott külön le kell tenni egy jogosítványt az ENSZ autóra, angolul nyelvvizsgáztatnak. Két esély van, a harmadiknál már csomagolhat és jöhet haza. Hát hál' Istennek a magyaroknál ilyenről nem tudok, de jó pár nációnál volt ilyen, hogy bizony kiment a fiú, és egy hét múlva már csomagolt és ment haza. Tehát az elsőknek mindig nagyobb a szerepük, a többinek pedig utána már csak a szinten tartás a lényeg. Tehát jó, meg kell ágyazni egy missziót, és akkor már könnyebb ott mindenkinek. Hány misszióban vett részt egyébként? Hát az, hogy hányba vettem részt, hát ugye kezdtem az Irak-Iránnal, hazajöttem, volt egy kis kitűrő a Gödöllői gépgyárban, majd utána a HM-be folytattam. Ott már a békefenntartás és fegyverzet ellenőrzés volt a alapfeladatom. Hát itt belefolytam minden elkövetkező missziónak a felkészítésébe, a kiválasztásba, ami jó volt egyébként. Tehát azért ott elég sok koordinálás, levélírás volt külügy felé, ENSZ felé. Nagyon kevesen csináltuk ezt akkor. Egy kezemen meg tudom számolni az akkori békefenntartással foglalkozó hivatásos állományt. Majd 94-ben lehetőséget kaptam arra, hogy én legyek a kontingens parancsnok a mozambiki katonai megfigyelő missziónak. Ez volt a legnépesebb csoport, 23 magyar katonatiszt volt kint egy időben, és talán ez volt a legsikeresebb misszió az ENSZ történetébe, és azért mi magyarok is letettük ott a névjegyünket. Rendőr kollégákkal voltunk, ők 20-an voltak, a Boda ma már tábornok úr vezetésével, azért 43 magyar egy helyen, az már szám, ott le tudtuk tenni a névjegyünket. Mindenhol voltunk. Majd hazajöttem, és akkor egy minőségi ugrás következett. A politika úgy döntött, hogy szélesítsük a palettát, és a fegyvertelen mellett a fegyveres békemissziók is kezdtek kirajzolódni. Először a sínai félsziget, a Camp Davidi megállapodás ellenőrzését hivatott MFO multinacionális misszióba mentünk ki, fegyveres misszió volt. Ebben 26 katona, és hát 41-el voltunk, tehát 15 rendőr kolléga jött még ki, hiszen a magyaroknak nincs katonai rendőri tevékenységre megfelelő embere, ezért a nyomozati tevékenységet a rendőrök végezték, rendészetet pedig mi katonák. Tehát ez volt az első. Ez Egyiptomban van, a sínai félszigeten. Szóval ez megint egy élmény. Egy luxus tábor a sivatag közepén, mint egy koncentrációs tábor, de belül pazar, tehát ötcsillagos szállodó, hogy így mondjam. Ott dolgoztunk, nemrég fejeződött be ez a misszió, ott is jó volt magyarnak lenni. Azért katonai rendőr parancsnoknak nem mindenhol választanak magyart. Ez volt az első misszió, ahol hát én szolgáltam ott egy fél évet, mint parancsnok, és az nem mindig fordul elő, hogy az alánk beosztott amerikai katonai rendőrszakasz, meg a kolumbiai szakasz hozzánk jön egy magyarhoz a szabadságos levelét aláíratni, vagy engedélyt kérni erre, arra, amarra. Ez olyan jól eső érzés, ez nagyon ritka. Általában a nagyhatalmak ezt nem szokták jó szívvel venni, de mi megtettük. Következett a ciprusi fegyveres misszió, ahol az osztrák-magyar közös zászlóajban vettünk részt, előbb egy szakasszal, majd egy századdal. Ugye az első az augusztusban volt az MFO, ez szeptemberben és novemberben már indult Okucsáni. Tehát jó sűrű volt az a nyár vége, ősz, és hát onnan már gondolom a tévénézők is tudják, hogy szóval egy üzlet így beindul, akkor nincs megállás. És hogyha jó a hírnév, jó a renomé, akkor hívnak minket. És akkor hát egymás után jöttek a missziók, tehát Kuwaitba egészségügyi misszió, és akkor jött Afganisztán, Irak, Koszovó,
most Bosznia. És aztán jöttek a többi kis missziók, tehát Uganda, Ruanda, és hát én abban a szerencsés helyzetben lehettem, hogy 99-ben az ENSZ békefenntartó központjában, New Yorkban pályázat útján elnyertem egy beosztást, mint katonatiszt. És így 3 évet kint töltöttem New Yorkban. Aztán, amikor én visszatértem New Yorkból, akkor kvázi ott folytattam, ahol abba hagytam. Ahol abba hagytam, mentem vissza, kvázi ugyanabba a székbe. Egy kicsit előléptettek, tehát már nem rendfogadó gondolok, hanem beosztásilag előrébb haladtam, és akkor már a fegyveres missziók kerültek előtérbe. 2005-ben, április 1-ével én is kaptam egy levelet a miniszter úrtól, amely olyan nyugdíjösszeget jelölt meg, hogy igazából, bár próbáltam én maradni, de elmentem. Akkor ugye az embernek fáj a szíve, minden baja van. Aztán így utólag úgy minden megszépül, és azt mondja, hogy az úgy volt jó, ahogy akkor történt. Az én esetemben ez még inkább érvényes, hiszen ott, ahol dolgoztam, a HM-ben, azért nagyon sok nemzetközi kapcsolatom volt, és ugye április 1-ével felmondási időmet elkezdtem letölteni, nem kellett dolgoznom, felmentettek alóla, de már június 8-án kint voltam a Kongói Demokratikus Köztársaságban, az Európai Unió égisze alatt, szintén fegyvertelen misszió volt, én tanácsadói feladatokat láttunk el, az jó 2 év volt. Utána megint a szerencse, tehát béfeltnak kell szerencse, mindenkinek kell a saját karrierjében, nekünk meg még inkább. Úgy alakult, hogy azért a 3 év New York az nyomot hagyott sok emberben, hogy ott voltam, és nem volt olyan nehéz Kongó után átnyergelni, és akkor már ENSZ alkalmazottként Nepálba kerültem 2 évre, ahol a nepáli kormány és a lázadó maoisták közötti fegyverszünetet kellett ellenőrizni. Ez is nagyon szép volt ez a 2 év. Itt kell talán megjegyeznem, hogy szóval a békefenntartás az egy olyan tevékenység, hogy olyan helyekre jutunk el, ahova mások dollár ezreket fizetnek, hogy turistaként eljussanak. Nekünk meg ezért fizetnek. És azért ENSZ-esként, ENSZ igazolvánnyal, meg ott kapunk autót, ezt, azt, amaszol, azért mi még olyan helyekre is eljutunk, ahova a turista sem tud eljutni. Úgyhogy gyönyörű volt Nepál. Én szerintem többet láttam Nepálból, mint aki ott él hosszú éveket. Aztán Nepál is véget ért egy idő után, és akkor jött a lehetőség, hogy Darfur-Szudánba átmehessek. Ott az alap békefenntartó szakmámat kellett ellátnom, ez a lefegyverzés, leszerelés és reintegráció. Ez mind a kormány, mind a kormány ellenes erők esetében a szemben álló felek, a békekötés megtörtént, annak része a fegyverek átadása, új hadsereg szervezése, akik nem vagyok az új hadsereget, azoknak pedig reintegrációja különböző projektekkel a társadalomba. Úgyhogy én nekem ez az alap szakmám, így érintkezem elsősorban a rebellisekkel, mondjuk a negatív erőkkel, hogyha így lehet fogalmazni. És hát Darfurba, Etiópián keresztül vezett az út, mert hosszú időt kellett várni a vízumomra, úgyhogy én 6 hónapot Addis Abebában az ENSZ Afrikai Uniónál delegált összekötő irodájában dolgoztam, és készültem a feladatomra. Majd megérkeztem Darfurba, ez ugye 2009-ben volt, hát egy közel 2 évet lehúztam, amikor ez az ominózus esemény bekövetkezett. Hát végén azokra voltak el olyanok, akikkel foglalkoztam.
Tehát ezeket kellett volna leszerelnem, és reintegrálnom a civil életbe. Hát furcsa volt. Hát több, mint furcsa, azért több, mint 9 napig volt fogságban, hogyha jól emlékszem a számra, 92. Ez 91 éjszaka, ami ugye nappalba átszámolva egyel több. Igen. De aztán utólag mondták, hogy ez egy jó átlag, tehát igazából akik gazdasági tevékenységet folytatnak, vagy akit úgy rabolnak el, hogy az elrablók tudják, hogy kulcs szerepe van bizonyos területeken, itt főleg gazdaságra értek, azok hamarabb kiszabadulnak. Tehát az a banda, aki engem elrabolt, egy szabad csapat, én a 8. voltam, és az első ENSZ-es. De előtte volt olyan, ahol Antonov pilótákat raboltak el, akiket egy nap után fizetés ellenében elengedtek. Mert hiszen megállt az élet, nem volt, aki repüljön, és ez igen nagy gazdasági hátrányt jelentett annak a cégnek, akinek ugye az áruját kellett volna, hogy kibeszállítsa. Hát az én esetem az más volt, mert az ENSZ nem fizet, a szudáni kormány ilyenkor mindig a fogadó ország az, aki a tárgyalásokat folytatja az elrablókkal. Ott szintén az az alapelv, hogy békefenntartó esetében nem alkuszunk meg. Egy picit bele kellene gondolni, hogy ha egy békefenntartóért fizetnek, akkor következő nap az egész erdő tele lesz elrabolt békefenntartóval, mert ez egy jó üzlet. Mert ez egy jó foglalkozás, kvázi idézőjelben. Tehát inkább úgy intézik a dolgot, hogy tárgyalnak. Ez kifárasztásra megy. Tehát valamelyik csak elfárad az elején, vagy a közepén. Mondjuk az jó idézőjelbe téve, hogy a darfúri emberrablások esetében nem öltek meg még békefenntartót. Tehát bár az Al-Qaidának ez volt a központi helye 9 évig, de úgy, mint az én esetemben is, az elrablóknak nem az volt a céljuk, hogy megöljenek ott, más valami anyagi javakat akartak. Egyébként ez nagyon sok misszióban általános, hogy amikor van egy háború, akkor mind a két fél az a saját haderejét felduzzasztja. Abban a pillanatban, hogy megkötik a békét, feleslegessé válik több ezer vagy akár 100 000 katona. Most ezek nem kapnak fizetést, ezek egyszer csak a nihilbe érzik magukat. Az autójuk megvan, a katonaegyenrájuk megvan, fegyverlőszer van, mindenük van, de már nem tartoznak sehova. És akkor ők általában úgy döntenek, hogy saját kezükbe veszik a sorsukat, és ilyenkor áttérnek mondjuk az emberrablásra. Meg a fosztogatás, meg sok minden egyéb bejön, de ezt forró pénznek szokták hívni, amit az emberrablásért kérnek, mert alapvetően nem egy komplikált dolog valakit elrabolni, csak utána pénzt kérni. Csak el kell az illetőt vinni egy olyan helyre, ahol nincs az államnak fennhatósága. Ez pedig egy polgárháborúban ilyen hely rengeteg van. Úgyhogy én egy ilyenbe estem bele. Hogy lehet ezt pszichésen, lelkileg feldolgozni? Nyilván önök azért gondolom kiképzést is kapnak erre vonatkozóan. Az ENSZ erre komoly kiképzést ad, tehát minden egyes misszió úgy indul, hogy az ember megérkezik, adnak neki igazolványokat, ezt, azt, amaszt, és utána általában részt kell vennie egy 5 napos, vagy 6 napos intenzív beintegrálódási tanfolyamon, aminek több mint a fele a biztonsággal foglalkozik. Ennek van elméleti és gyakorlati része. Itt végigveszük elméletben, később gyakorlatban is, hogyha megtámadnak, konvojt támadnak, egyént támadnak, hogy kell viselkedni, otthon mire kell vigyázni. Ha mégis elrabolnának, akkor bizonyos viselkedési normák, hogy azért az emberi mi voltunkat ne veszítsük el, tartásunk maradjon, mert ez is lényeges, hogy mi hogy viselkedünk, hiszen ezt a elrablók is látják. És egy kis káti, van egy kis füzetecska, ami benne van, hogy körülbelül hogy is zajlik egy ilyen le. Tehát én is átestem egy ilyenen,
Ráadásul ugye napi kapcsolatban voltam a rebellis oldallal, ami mondjuk nagyon szokatlan, hogy én a 91 napot azt a szabad ég alatt töltöttem, azt ettem és ittem, amit a többiek. Jó, az elején, amíg amerikainak tartottak, még a finomabb falatokat kaptam a kecskéből, tehát a rostonsült kecske máj az az enyém volt. Hát nem volt erős paprika, úgyhogy a kecske epéjéből szórtak rá egy picit, tunkoltak. Tehát utána már ez is, amikor megtudták, hogy tényleg magyar vagyok, akkor már az ellátás is jobban szorítkozott a rizsre, a hagymára, meg a, ami éppen volt, hogy amit lőttek madarat. Lelkileg kell tisztában lenni azzal, hogy nem szabad feladni. Tehát meghalni nagyon nehéz. Ha az ember szeret élni, és ragaszkodik hozzá, akkor általában megtalálja annak a módját, hogy túléljen, emberi tartását megőrizze, ugyanakkor nem tesz olyat az ebrallóival, amivel felhergelni őket, vagy a saját sorsát megnehezíteni. Nagyon nehéz ezt az arany középutat megtalálni, van, akinek sikerül, van, akinek nem. Én annyiból szerencsés voltam, hogy egyedül voltam, ami jó is, meg rossz is. Rossz annyiból, hogy magányos egyedül, de ha ketten vagyunk, akkor egyet feláldozni könnyebb, mert igen, akkor marad még mindig egy. Tehát ennyiből szerencsés voltam. Be voltam oltva, tisztában voltam azzal, hogy ha ezt a vizet megiszom, vagy azt megeszem, különösebb bajom nem lehet. Hál' Istennek én a malária ellen kvázi rezisztens vagyok, tehát azt tudtam, hogy maláriás nem leszek. És miután tisztában voltam az ENSZ tárgyalási technikájával, tudtam, hogy ez nem fog egyik napról a másikra menni. Itt a kifárasztás a leglényegesebb. Időt kell adni a túsztárgyalóknak arra, hogy megtalálják azt a gyenge pontot az elrablóknál, ahol beléphetnek, és elősegítsék a szabadulásomat fizetés nélkül, tehát ellentételezés nélkül. Ilyenkor azt azért tudni kell, hogy a ENSZ misszióban a különböző nemzetközi szervezetek is összefognak. Tehát itt az amerikai, a francia, az izraeli, a szudáni titkosszolgálat is érdekelt valamilyen szinten, hiszen Al-Qaida terület volt, de az akkor frissen alakult, márciusban alakult TEC is valamilyen szinten részt tudott venni ebben a kiszabadítási folyamatban, hiszen 4 tekes kín volt a misszió helyszínén, és később is ők segítettek engem haza. Úgyhogy ez egy elég nagy nemzetközi összefogás eredménye, hogy megtalálják azokat a pontokat, ahol meg tudják fogni az elrablókat. Én nem tudom pontosan a körülményeket, ezt így sosem mondták feketén-fehéren, de valahol sikerült nekik, elsősorban az elrablóimnak ez egy üzleti vállalkozása volt. Mindannyian Líbiában volt családjuk, ott volt kocsijuk, medencés, úszómedencés házuk és a többi, hiszen ez egy jó menő üzlet, és ők tulaja telefonnal, ez egy műholdas telefon, tartották a kapcsolatot, és én is ezen a telefonon keresztül adtam életjelet. Tehát valószínűleg tartom, hogy sikerült bemetszeniük a családtagokat, és hát ezen keresztül. Meg aztán kiderült, hogy az az összekötő, aki az elrablók és az ENSZ között közvetített, tehát idő kellett arra, hogy rájöjjenek, hogy ő volt a bandának a helyettes vezetője. És onnantól kezdve ez az úriember, ez egy imám volt, a szudáni hadsereg ezredese. Ő nekem megmondta, hogy minden pénteken jött látogatni, beszámolni a többieknek, hogy hogy áll a tárgyalás. És ő nekem megmondta, tökéletes angolul beszélt, hogy István, ami velem történik, az veled is meg fog történni, és ez fordítva is így lesz. Úgyhogy nyugodjál meg, idő kérdése is.
kiszabadulsz. Úgyhogy volt, amikor mondták, hogy én a karácsonyt már otthon töltöm, aztán szerencsétlenségre az őrnagyúr, aki tábornoknak hivatatta magát, ő volt a parancsnok, ő hazament Líbiába, mert akkor született a lánya mellé az első fiú gyerek, aki nagyon fontos a ő világukban. Aztán nem időbe szült az asszony, hanem átcsúszott a szülés az új évre, úgyhogy se karácsonyra, se új évre nem értem haza. Aztán 4-én visszajött, és 5-én már megszervezték a átadó helyen, ahol kvázi engem kicseréltek ezzel az imámmal, akivel félúton megöleltük egymást, sok szerencsét kívántunk, aztán kikiment a maga útján. Nagyon izgalmas kalandokat osztott meg velünk, így műsorunk végén hadd kérdezzem meg, hogy újra ezt a hivatást választaná? Hát, ha lenne rá lehetőségem, igen. És ezzel belül is a békefenntartást. Ez csak egyet tennék hozzá, hogy két pici dolog. Az egyik az, hogy a békefenntartás az egy betegség, amiből nem lehet kigyógyulni. Az ember egyszer ezt elkapja, ez megmarad benne. Tehát amikor hazajön egy békefenntartó, következő nap már azt keresi, hogy hova mehet. Hogy mikor mehet vissza. Legközelebb. A másik, igen, az első-második misszióban a pénznek nagyon nagy szerepe van. Ez tagadhatatlan. Ezt ha valaki másképp fogalmazza meg, az nem mond igazat. Igenis van. Mondjuk ezért teszünk is, hiszen nem béke körülmények között vagyunk. De az is igaz, amikor már az ember 3-4 alkalommal kimegy, akkor már a szíve viszi. Akkor bejön az a hivatástudat. Akkor a pénz az nem baj, hogyha van, de igazából a feladat az, ami vonz. Olyat teszünk, aminek van értelme. Ennyi lett volna. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm. Nézőinknek pedig köszönöm, hogy velünk tartottak fehérvári beszélgetésekkel, természetesen holnap is számítunk a figyelmükre. Viszontlátásra!